Üdvözlök mindenkit! Ezúttal talán a legfontosabb ókori római költőről, Horáciusról lesz szó. Az a tervem, hogy két videóban dolgozom föl Horácius munkásságát, hogy ne legyen túl hosszú egy videó. Most ezúttal az életével és a költészetének az általános jellemzésével fogunk foglalkozni, és terveim szerint lesz majd egy külön egy verselemzős videó, amiben a legfontosabb és a irodalom órákon is nagy valószínűséggel előkerülő Horácius verseket fogjuk elemezni. Tehát kezdjünk is bele, és beszéljünk egy kicsit arról, ki volt ez a Horácius. A teljes neve az volt, hogy Quintus Horácius Flaccus, és egy kifejezetten egyszerű sorból származó, ha úgy tetszik, alulról jövő költő volt, és egyébként a büszke is volt az egyszerű származására. Az ő édesapja még egy felszabadított rabszolga volt, aki aztán annak ellenére, hogy, hogy ugye egy, nem egy nemes családból származott, nagy gondot fordított arra, hogy a fia jó iskolákba járjon, úgyhogy az ókori római ifjak számára elérhető legmagasabb színvonalú oktatást kapta Horácius, Rómában és Aténban is, is, is tanult, és elég hamar kitűnt a költői tehetségével, tehát egy nagyon művelt, nagyon tanult fiatal ember volt, annak ellenére, hogy egyszerű sorból származott. Ugye ő a polgárháborúk idején élt, és a római polgárháború idején ő a köztársaságpártiak közé tartozott, őket pártot, és harcolt is a Filippi csatában, Brutus oldalán. Ugye a Filippi csata volt az, ahol Octavianus, a későbbi Augustus császár legyőzte a politikai ellenfeleit, és onnan már nem sok kellett ahhoz, hogy teljhatalomra tegyen szert az ókori Rómában, és elindulhasson az az augusztusi kor, amit Pax Románaként is szoktunk emlegetni. És arról már beszéltünk korábban, hogy ez egy ellentmondásos időszak volt, mert egyfelől valóban egy, egy nyugodt, a véres polgárháborúkat követően egy nyugodt, békés időszak volt a római birodalom virágzott, de ugyanakkor nem volt úgymond demokrácia, nagyon szorosan fogott mindent ez a, ez a császári hatalom, és elég határozottan bánt el azokkal, akik nem pártolták Augustus uralmát. Majd látni fogjuk később Ovidiusnál, hogy, hogy ő neki már, ő neki már száműzetésbe kellett vonulni, mert a császárnak nem tetszettek a művei, meg úgy egyáltalán az ő hozzáállása. Na de vissza Horáciushoz. Ő Vergilius barátja volt, ugye emlékeztek Vergiliusról, elmondtuk, hogy ő nagyon-nagyon közeli viszonyban volt Augustusszal, gyakorlatilag egy udvari költőnek számított, és Horácius jó barátja volt Vergiliusnak, aki be is mutatta őt mécenásznak, és tulajdonképpen Horácius is bekerült a legbelsőbb császári körökbe, mécenász ugye nagyon okosan terelgette így az ókori Rómában azokat az írókat, akik akiknél volt esély, hogy augusztus hatalmát erősíteni tudják. Mécenásznak is egy kis birtokot adományozott, és tulajdonképpen lehetővé tette, hogy, hogy bocsánat, Horáciusnak is egy, egy kis birtokot adományozott, és lehetővé tette, hogy, hogy Horácius az a költészetnek élhesse, mert látta benne a tehetséget, látta benne, hogy ő az hasznos lesz augusztus birodalma számára, hogyha, hogyha támogatja horáciust. És ezen a, ezen a birtokon élt tulajdonképpen visszavonultan és meglehetősen eseménytelenül horácius, de arra nagyon ügyelt egész életében, hogy, hogy valamiféle függetlenséget megőrizzen Augustushoz képest. Tehát nem beszélt a császárság ellen, tulajdonképpen élvezte Mécenász vagyis közvetve Augustus jótéteményeit, a téteményeit, a függetlenségét, azt nagyon határozottan igyekezett megőrizni. Mind a mellett, hogy ő, hogy eredetileg ugye Augustusnak az ellenfele volt, hiszen köztársaságpárti volt, de egy idő után belátta az augusztusi Pax, Pax, Románának a, az előnyeit, és minden fenntartása mellett, mind a mellett, hogy látta, hogy ez nem valódi szabadság, azért megbékélt augusztussal, és látta, hogy az adott helyzetben tulajdonképpen ez, ez egy élhető rendszer. De az a lényeg, hogy ő, hogy ő távolról sem volt udvari költ, és nagyon ügyelt is arra, hogy, hogy ne kapja meg ezt a címkét, ugyanúgy, mint Vergilius. Jó, ennyit érdemes tudni a, az életéről. És akkor beszéljünk egy picit a legfontosabb műveiről, amelyek a Horáciuszi Kármenek. És azért is muszáj erről egy picit beszélni, mert itt van egyfajta fogalmi zavar, hiszen magyarul még mindig nagyon sokszor Horáciuszi ódákról szoktunk beszélni, bár most már a tankönyvetekben például a fejezet cím az a, az a, Kármenek, ha jól emlékszem. Na itt az adja, az bonyolítja a helyzetet, hogy a dal az görögül óda, vagyis ódé, bocsánat, tehát az OD szóból lett az óda szó, és az OD az görögül dalt jelent. Tehát a, a, mai dal műfajának felelt meg, ami azt jelenti, hogy egyszerű témáról, egyszerű nyelven írott rövid lírai mű, nagyon leegyszerűsítve, és, a, és az OD az latinul Carmen. Tehát a Carmen latin szó az a dalt jelenti és Horáciusz verseit, amik a mai fogalmaink szerint leginkább a dalhoz állnak közel, hiszen viszonylag egyszerű témájuk, viszonylag egyszerű a nyelvezetük is, ezeket kármennek, vagy ódák, magyarul leginkább ódának hív, hívják a mai napig. És ugye az a, bonyodalom a dologban, remélem még tudtok követni, hogy az óda, a magyar óda műfai megjelölésnek a jelentése időközben megváltozott. Tehát magyarul már az ódán, ódának azokat a verseket nevezzük, amik ilyen emelkedett hangvételűek, ünnep, valamilyen fontos témáról szólnak, Ugye, ha egyházi vonatkozásúak, akkor himnuszoknak is sok, tehát ennek egy alműfaja a himnusz. Szóval ma már, summa szumárom más jelent az óda, mint a görögöknél. Ezért van az, hogy nagyon sokszor Horáciusz verseit ódának hívjuk, tehát Horáciuszi ódákról beszélünk, pedig műfai sajátosságaikat tekintve, azok valójában dalok. Szóval ez a bonyodalom, hogy az Horácius-i óda, az még ha ódának hívod is, valójában dal. Én ezért igyekszem legalábbis ebben a videóban kármenként emlegetni ezeket a dalokat, hiszen, hiszen ez elveszi az élét ennek a fogalmi zavarnak, bár nyilván a Kármen szónál meg bezavarhat az operából ismert Kármen, Na, szóval nem egyszerű az élet, hogyha az ember magyar tanul. Én Kármeneknek fogom hívni, és ezek a Horáciusi szövegek, amikről szó van, ezek műfajukat tekintve leginkább a dalhoz állnak közel, és ezek az életműnek a legfontosabb darabjai, ha úgy tetszik, a csúcspontjai. Összesen 103 ilyen Kárment adott ki Horácius négy kötetben. Ebből a négy kötetből három az Krisztus előtt 13-ban az azt mondom, Krisztus 23-ban jelent meg, és utána volt egy hosszú tíz éves szünet, Ugye azt mondják az irodalom történészek, hogy itt is bejátszhatott az, hogy ezért egyre inkább kezdett ő az augusztusi rendszerből kiábrándulni. <kül> Nyilván nyíltan nem szállt vele szembe, nem volt saját magának az ellensége. De az a lényeg, hogy a, hogy a negyedik kötetét a kármeneknek, ami 15 kárment tartalmazott, az kifejezetten Augustus kérésére és unszolására adta ki Krisztus 13-ban. És ezekben a Horáciusi kármenekben, ezek egyébként változatos témájúak, de közös jellemzőjük az, hogy a nagy görög költőknek a versformáit ülteti át latinra, de tulajdonképpen magasabb színvonalon műveli ezeket a verseket, mint a görög minteit. Tehát semmiképpen nincsen másolási jellege, nem egy ilyen epigon költészet, a horáciuszi költészet, hanem tulajdonképpen még magasabb szintre emeli az olyan ókori görög költőknek a műveit, mint például Pindarosz vagy Szafó. És egyébként a saját magának a jelentőségét is ebben látta, hogy, hogy ő az, minden szerénytelenség nélkül úgy írt magáról, hogy ő az, aki a görög költészetet meghonosította Rómában, és átültette a latinra. Ez, erről egyébként a Melpomenéhez című versében van szó, ahol, ahol nagyon erős szerzőjén tudattal látja a saját maga jelentőségét. És egyébként a, a görög, görög mintáinál ő jóval filozófikusabb, mélyebb, is ezekben a, ezekben a kármenekben, tehát ezek sokkal komplexebb, sokkal mélyebb, elgondolkodtatóbb versek, mint a görög eredetik, amikből egyébként csak töredékeket tudunk, tehát itt ez megnehezíti a helyzetet, hogy hogy, hogy a görög eredetikből csak néhány töredékünk van. Szerencsére horáciustól nagyon sok szöveg fönnmaradt teljes terjedelmében. Tehát az a lényeg, hogy egy hogy magasabb szintre emelte ezeket a görög verseket és a verselés is sokkal szigorúbb. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy görögösebben versel a, a római Horácius, mint a szigorúban szigorúbban versel, mint a, mint a görög eredetik. Tehát sokkal precízebb a, a versformák tekintetében is. Itt három Kármenről fogunk majd a következő videóban beszélni, a Taliarkuszhoz, a Licinius Morénához és a Leukonoéhoz című Kármenek elemzése fog reményeim szerint hamarosan elkészülni. Tehát most az utolsó egységben, anélkül, hogy konkrétan a verselemzésekbe belemennénk, csak egy ilyen gyors talpaló jelleggel egy pár szót elmondok arról, hogy miben rejlik Horáciusz jelentősége, miért ő az, akit, hogyha nem tudom, egy költőt Kellene elvinni a holdra az ókori Rómából, miért Horácius legyen az. Ugye az egyik nagyon fontos oka ennek, amit már mondtam, hogy a görög költők műveit ő közvetíti, de a másik pedig az a nagyon letisztult, és tulajdonképpen a mai modern világban is újra nagyon népszerűvé váló filozófiai tartalom, ami ezekben a, a Horáciusi Kármenekben megjelenik. Ugye itt két filozófiai irányzatot szokás megemlíteni, az egyik az epikureista filozófia, a másik pedig a sztoikus filozófia. Tényleg csak pár mondatban ezekről, hogy ezek micsodák. Az epikureista filozófia az egy epikurosz nevű görög filozófusról kapta a nevét, és a lényege az, hogy ez egy ilyen nagyon gyakorlati, nagyon materialista filozófia, tehát nem nem az istenekkel, nem a metafizikával foglalkozik, nem azzal foglalkozik, hogy mi van a látható világon túl, vagy hogy mivel lehet magyarázni a világ működését, hanem ez egy nagyon praktikus, pragmatikus filozófia. Az a lényege, azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet élni ebben a világban úgy, hogy az ember, ember jól érezze magát. És az epikureisták azt hallották, hogy, hogy, a, hogy a, lényeg az az, hogy, hogy az ember Megpróbálja élvezni az életet. Ne olyas, olyasmin, amin nem tud változtatni, a körülötte lévő világra koncentráljon, és, és ezért volt ez egy nagyon népszerű filozófia. Sokan értelmezik félre az epikureizmust, és értelmezik úgy, hogy jó, hát hogyha az élet lényege az élvezet, akkor mindig azt kell csinálni, ami jó esik. Nyilván nem erről van szó, hogy egyért csak itt 0-24-be, hanem arról van szó, hogy találd meg azt, ami, ami, az életedben a szépség, próbálj meg, próbál meg, abból kihozni a legtöbbet, ami neked megadatott. A másik filozófiai irányzat, ami Horácius szempontjából fontos, és a mai napig tulajdonképpen beszélhetünk, manapság beszélhetünk egyfajta új, új sztoicizmusról, ez a sztoikus filozófia, ami pedig szintén egy, egy nagyon gyakorlatias, egy nagyon higgat eh, filozófia, aminek a legfőbb tanítása az, hogy egyrészt azon agyajál, amin van esélyed változtatni, tehát ne, ne szenvedj olyasmi miatt, amin nem tudsz változtatni, és hogy a boldog élethez vezető út az tulajdonképpen, hogyha a vágyaid, miné, vágyaidat minél inkább megtanulod visszafogni, és eh, egy ilyen eh, higgat, mértéktartó eh, életmódot hirdet a sztoicizmus, ez most így nagyon leegyszerűsítve, például a, a későbbi római császár Marcus Aurelius lesz majd a, a, a a nagy alakja, nyilván Horácius idejében ő még nem, de, de hogy a mai napig nagyon népszerű filozófiai irányzat, tehát a, nem tudom, motivációs trénerek csitrillió dollárokat keresnek azzal, hogy ókori uh, római és görög filozófusok tanításait átültetik modern időkre, például Ryan Holiday, hogyha esetleg ismeritek a nevét, vagy rákerestek YouTube-on, ő ezt az új sztoicizmust, uh, művelés epikuri, Epikurosztól is nagyon sokat idéz. Na, szóval ez az a két filozófia irányzat, amit közvetít a későbbi idők számára Horácius, ez a népszerűségének az egyik oka. Aztán van itt még néhány szálló, igen, mint például a Aurea Mediocritas, ami Horácius nevéhez köthető. Ezt magyarul szokták fordítani arany középútnak, vagy egy régiesebb alakkal, arany középszernek. És ez egy olyan filozófiai Alapel, ami a végletektől való tartózkodást jelenti. Talán ezt így lehet a leginkább megfogalmazni. Ezt is nagyon sokan, sokszor félreértemezik, hogy az arany középszer az valamilyen langyos ízé, hogy az ember mindig megalkuszik. Nyilván, hogyha az ember ebben mélyebben beleolvas, meg, meg, meg elgondolkodik rajta, akkor rájön, hogy, hogy itt nagyon nem arról van szó, hogy az ember mindig csak sodródjon, hanem pont egy ilyen nagyon, agilis hozzáállás kell ahhoz, hogy az ember minden helyzetben megtalálja azt, a, azt az utat, ami, ami, a végletek között segít neki boldogulni és elégedettséget ad. Na, tehát az Aurea Mediocritas, arany középút, ez is Horáciushoz köthető. Aztán a másik nagy szlogen a Carpe Diem, ami szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy ragad meg a napot, fogd meg a napot, de ezt, ezt is nagyon sokszor szokták félreértelmezni olyan módon, hogy éljem állnak a havai nyárnak, ugye? Tehát, hogy, hogy, ezt is sokszor értemezik úgy, hogy hát csináld azt, ami jól esik, keresd az élvezetet, élj a ma örömeinek, ez is ennél egy jóval összetettebb filozófiai gondolat, de majd erről az adott versek elemzésénél beszélünk kicsit részletesebben. És van még egy irodalom elméletben, vagy irodalom történetben gyakran használt kifejezés, egy elnevezés, az álszpoétika, amit majd fogtok még sokszor hallani, az olyan típusú szövegeket, verseket szoktuk álszpoétikának hívni, amelyek a költészet, mű, költészet miben létéről, a költészet feladatáról szólnak. Úgy is szoktuk őket magyarul fordítani, hogy, hogy költői hitvallás. És tulajdonképpen ez a kifejezés, ez nem, nem egy igazi műfai kategória, inkább egy ilyen szövegcsoportnak hívnám, vagy egy ilyen tematikus elnevezésnek. Ez is Horáciustól ered, ugye a pízókhoz írott második levelet szokták ászpoetika néven emlegetni, és ez tulajdonképpen ez a pízókhoz írott második levél, ez egy terjedelmesebb szöveg, ez egy tanköltemény arról, hogy milyen a jó művészet, és ebben, hát ebből egy csomó ilyen idézetet ki lehetne gyűjteni, én ezt találtam nagyon többennek, hogy akármibe fogsz, legyen egyszerű, váljon egészé. Tehát a horáciuszi az szerint a jó költészet az a letisztult, önazonos szervesen, tehát jól felépített letisztult költészet amely megint csak mentes a túlzásoktól a madarosságoktól azt mondja, hogy minden költőnek rá kell találnia arra a hangra, ami az övé, és nem érdemes olyan fába vágni a fejszét, ami, ami nem neki való, megint csak nagyon leegyszerűsítve de ebben a lényeg a lényeg, hogy az Ászpoetika cím ami aztán később egy ilyen um, irodalom kvázi műfajt jelölő elnevezésé vált, bár formai kötöttségei nincsenek az álszpolitikának, tehát ez egy ilyen tematikus szövegcsoportot jelöl, a költői hitvallást, ez is Horácius-tól Nos, ennyi lett volna egy rövid bevezetés horácius köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, és hasznosnak találod a csatornát, akkor egyrészt iratkozz fel, ha még nem tetted, mert azzal is nagyon sokat segítesz nekem, hogy még több és esetleg még jobb színvonalú videókat tudjak csinálni, de ha esetleg anyagilag is szívesen támogatnád a csatornát, akkor ezt megteheted a Patreonon, vagy most már a YouTube-on is egy egyszerű szuper köszönettel is támogathatod anyagilag a csatornát. Na, hamarosan találkozunk újra, addig is olvasatok könyveket, és sziasztok!